Szabóvádából csillag születik győztesével. Szia Ádám! Sziasztok! Először is szeretném megmondani, hogy nem én győztem, hanem ott is voltam. Ja. Örülök, hogy akkor neked lehetne győzni. Én győztem. Ja, igen. Így van. Köszönöm. Először is azt szeretném kérdezni, milyen az érzés, hogy a top 30-ban bejutottál. Nagyon boldog vagyok. Azért is vagyok boldog, mert ugye nekem ez az első dalom, az első nagy megpróbálkozás, hogy tényleg én dalt írtam Molnár Leventével, és ez tényleg hihetetlen érzés, hogy ott lehetek a legjobb 30-ba, nem tudom, 200 dalány dal közül. Tényleg nagyon köszönöm. Hogyan jött be ez az ötlet, hogy pont ezt, hogy beküldették az Eurovision-t? Én már amikor megírtam a dalt, én azt éreztem, hogy ennek van egy olyan hangulata, ami az Eurovíziós dalfesztiválra lehetne beküldeni, és hát gondoltam egyet, és elmentem a barátomhoz, Molnár Leventéhez, aki egy remek zongorista, és jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha ezt a dalt beküldenék, mert nagyon jól tényleg kidolgoztuk, minden kis szösszenetét megcsináltuk, és tényleg beküldtük a dalt, és hát ott van legalább a sikerült. Igen, sikerült. Miről szól a dal? A dal igazából arról szól, hogy az ember életében van egy kudarc, akkor azt nem úgy kell felfogni, hogy vége mindennek, hanem az lehet, hogy egy jel arra, hogy mindenképpen lépjünk tovább, és lehet, hogy ez a kudarc, ez egy jó dolog, szóval nem kell fölfogni, hogy ez rossz, hanem ez egy pozitív ügyként is hathat az emberre. Ez az üzenete a dal. A csillag születik, ez egy döntésre. Igen. De harmonikáltál, és egyszer énekeltél a félviszert. Igen. Most, ugyan, mint énekes jött a dalfesztivál. Harmonika, remélem ott lesz. Persze, ott lesz. Hát fordult a kocka, igazából tényleg megtanultam énekelni Éliel Gyuszinál, aki versenyző társammal. Ő volt a tanárunk, és persze. Mi most az érzés vele versenyezni, szóval ellene vagy? Őt tekintem így a riválisoknak, mert úgy tudom egyedül, hogy énekel élőben, és tényleg hát... De nagyon örülök, hogy a mesteremmel versenyezhetek, mert hát biztos büszke lesz volt rám, hogy én is ott lehetek mögötte vagy mellette. Van tényleg hatalmas érzés. Hallottad el a többi dalt? Én az ő dalát hallottam, hát igazából bele-bele hallgatottam a többibe, de inkább a én dalomra próbálok fókuszálni, nehogy valami kizökkentsen engem, mert sajnos én olyan vagyok, hogyha így bele-bele megyek más dologba, akkor lehet, hogy az kizökkent, lehet, hogy így úgy fogok fel, hogy ez lehet, hogy jó, mint az enyém, és kicsit visszaesek, és ezért inkább nem is hallgatom nagyon csak a sajátomat orvatában, tehát inkább mindig a saját dalomat hallgatom. Az Eurovision dalfesztivált szoktad nézni? Persze, nagyon szeretem. Bár tavaly nem tudtam ott lenni az élő, vagyis nem tudtam követni az élő adást, ugyanis feléptem Debrecenben. De vissza-vissza néztem, és nagyon tetszett a show, nagyon tetszett a magyarországi show, a külföldi, ahol ott volt a kompakt diszkó. Szóval tényleg én is szeretnék ott lenni, és tényleg minden vágyam az, hogy ott lehessek én is, és meg képviselhessem Magyarországon. Van egy kedvenc Eurovíziós dalod, vagy magyar, vagy külföldi? Persze, a Lorinnek az Eurovíziót nagyon szeretem, és most direkt próbáltam egy olyan dalt csinálni, ami nem hasonlít rám, mert hogyha... Szerintem mindenki így fogta föl, hogyha Lori megnyert azt a dalt, akkor mi is csináljunk egy ilyen diszkósabb dalt. Én megpróbáltam pont az ellenkező irányba elmenni, és hát mély vízbe ugrottam, de hát szerintem ezzel a dallal eljuthatok egy olyan szintre, ami megközelíti azt. Nagyon remélem. Egy kis rész a dalnak hallod. Persze. Ugye a harmonika kísérő hangszerként működik a dalban. Megpróbálom, hogy se lenni. Igen, 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 ott lesz ez. Tudom, hogy a messzeri, a sarkaiból kifordul, messzire elgurul. Szerelem, valami mást jelent a fent.
hadd legyen más. Fújjon a szél, ha fújni akar. Vigyen a víz, a tűz, a vihar. Ki akar így is kincsre talál. Veszik az, ki ellen áll. Wow. Na, szerintem most igazából megmutattad, hogy nagyon jól énekelsz. Köszönöm. Végre. Lenne üzenetek az összrajongóinak és mindenkinek, aki nézi pont most ezt a videót? Az lenne az üzenetem, hogy először is köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt lehetek, és hogy a rajongóimnak is nagyon szépen köszönöm, hogy támogattak, és követtek engem az internetes oldalakon. Az az üzenetem, hogy mindenképpen kövessenek engem az M1 műsorán, és a kövessék a dalt, mert szerintem ez egy olyan dal, ami tényleg lehetőséget kap arra, hogy eljusson sokáig, és remélem, hogy ti is mellettem fogtok állni. Én nektek írtam ezt a dalt igazából, és tényleg nagyon szeretlek titeket, legyetek jók, és nézzetek, és majd szavazzatok. Sziasztok! Köszönöm szépen, Ádám! Köszönöm szépen!